Átveszi mester oklevelét major Pomozi Barbara kereskedő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi Siparkamarában. Majd az ünnepség végén ő volt, aki beszédet mondott a frissen végzett szakemberek nevében. A képzés, én azt gondolom, hogy nagyon jól össze volt szervezve, nagyon sok hasznos információt kaptunk, akár szakmai, akár olyan dolgokról, amiről eddig nem is gondoltuk, hogy szükségünk lehet akármelyik szakmához. A mestervizsga felkészítő féléves tanfolyamon szakmai tárgyak, vállalkozási és üzleti tananyag és pedagógiai szerepelt. Így a végzett mesterek olyan tudást kaptak, amit vállalkozóként, fiatalok gyakorlati oktatójaként is hasznosíthatnak. A szervező helyi iparkamara alelnöke kiemelte, hogy a végzett mesterek munkájuk mellett áldozatot hozva képezték magukat, hogy elérjék szakmájuk legmagasabb elismerését, a mester címet. Egy komoly lépcsőfok arra, hogy az önképzés is legyen, hát és a mesteri társadalom példaképei legyenek, mert azért ők dolgoznak, és az új technológiákat tudják követni, az új gazdasági szemléleteket, valamint én úgy gondolom, hogy a megélhetésükbe is úgy érzik, hogy hosszú távú gondolkodásba ez elengedhetetlen. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ősszel 4 szakmában indított mesterképzést. A sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák után a kamara dísztermében ünnepélyes keretek között 39-en autószerelő, gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelő, kereskedő és villanyszerelő szakmákban vehették át a tudásuk legmagasabb elismerését is jelentő mesteroklevelet.